Start elindult a nap ötödik futama, és meglepetés, Ékszer K. hibázik Kolozsi kezében. Egy jó esélyű ló úgy tűnik, hogy elszáll. Zaharova M. ifja Dömével viszont magára vállalja a vezetést, és elmegy vezetni. Mögötte Winifera M. Rass Mónikával a harmadik pozíciót vállalja föl. Eléggé tömör ott az eleje. Az ő háttán jön egyébként Universal Boy. Benne a falon Dream of Mine, hiszen Fazekas Imre belülről indult. Így aztán az ő pozíciója változatlan. És Antonio Schwimm és Weber Zsolt kellően határozott, és ő is már ott van benne a falon. Nagyon tömören és jól együtt az egész mezőny. Ez annak is köszönhető, hogy nem igazán erős a tempó, amit Zaharova M. diktál ifjabb Dömével, így aztán még látványosabb a futam, legalábbis már most a verseny ezen szakaszában. Abszolút jó kecsegtető pozícióban Credit Card veressel, így fordulunk neki a második körnek. Ékszer K. kivételével azért, hogy nagyjából együtt a csapat, diktálja a tempót Zaharova M., Dream of Mine van ott közvetlenül mögötte, aztán pedig Antonio Schwimm következik, tehát a három belső start szám egyelőre az első három helyen, Winifera M. kiszorul egyen mögötte Universal Boy, a falon Dax, akinek azért nőttek az esélyei Ékszer K. kiesésével, és Dax mögött pedig egy másik favorizált ló, Downtown Girl M. következik, Credit Card, illetve Sziklaszét, Ékszer K. pedig egyébként borzalmasan sok teret tesz jóvá, tehát 60-80 méter volt a hátránya, elképesztő bravúr lenne, hogyha innen valamik pénzes helyre fel tudna jönni. Menet közben ott az élen szökik, Zaharova M. növelni tudta az előnyét, elkezdte hajtani őt ifjabb Döme Imre, és ennek következtében próbálja lerázni az üldözőket magáról. A rutinos 9 éves kanca 2-3 osz az előnye Dream of Mine-nal szemben, bent a falon Antonio Schwimm, mellette pedig Universal Boy, Dax Downtown Girl-em. Izgalmas lehet a finish, mert azért a kanyarhoz érve elindulnak a többiek, és ott a falon most már Daxnak is lesz útja, miközben Antonio Schwimm támad kívülről. Zaharova M. elfárad a falon, így aztán mindenkinek majd egy nagyobbat kell kerülni. Nagyon erős Antonio Schwimm, és most már ő az, aki le tud csukni Dream of Mine-nak, így aztán átveti majd a vezetést. Antonio Schwimm, Universal Boy nagyon-nagyon kívül fog fordulni, amikor megérkeznek a lovak a befutóra. Dream of Mine hibázik, és Fazekas jókor tudta kihozni, ezzel nem zavart senkit, és jön akkor Dax egészen kívül, a nagy hajrák versenye a mai, és aztán a Dax is egy ugyanilyet fog bemutatni. Dax szint a mezőny végéről elrepül. Dax, ő a nyerő. Dax és Balogh Bernadett, remek finish, nagy hajrá, és megveri többek között Downtown Girl M-et, Credit Cardot, na és a teljes mezőnyt.